Az elmúlt tíz év legfontosabb gazdasági, infrastruktúrális és oktatási fejlesztéseit összegezte Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a befektetés ösztönzési konferencián Sóstón. A rendezvényen a multinacionális vállalatok, kis- és középvállalkozások, valamint olyan szervezetek képviselői vettek részt, amelyek a város gazdasági fejlődéséhez hozzájárulnak. A városvezető elmondta, Jelenleg 420 hektárnyi ipari területre várnak befektetőket, a közelmúltban pedig három nagy beruházás indult el Nyíregyházán. A legelőre haladottabb állapotban a w -Scope gyára áll, épül a BMW beszállító bolyzán, a számvoda akkumulátorgyárral pedig megállapodást kötött az önkormányzat. Ez a fekvését is jelzi az ipari partnak, meg a szemléletét. Tehát ugye egy olyan, olyan egyedi adottságú területünk van, ahová egyébként nem csak a külföldi nagy új befektetőket várjuk, hanem a hazai cégeket is. És azt reméljük, a beruházási tervükben szerepel, hogy helyi kis középvállalkozásoknak is biztosítunk majd egy területet. Mert azt szeretnénk, hogy a, a helyi cégek a különböző szolgáltatási beszállítói vonalokon profitáljanak ebből a nagy fejlesztési bomból, amit talán már mondhatok így, ami Nyíregyházán elindult. Szabó Tünde országgyűlési képviselő azt mondta, az elmúlt évek gazdasági fejlesztései egy versenyképes, modern, fejlődő várossá tették Nyíregyházát a befektetés ösztönzésnek egyik elsődleges kulcsa, hogy a nyíregyháziak a saját városokba találják meg a megfelelő munkahelyeket, ezért rendkívül fontos, hogy fenntartsuk az ide érkező beruházások ütemét és a közös sikerek megvalósítását. Továbbra is kiemelkedő célkitűzéseink között szerepel a gazdaság érinkítése, a meglévő munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, és a fiatal szakemberek itthon tartása. a képzett munkaerő megteremtéséhez kiváló helyzetben vagyunk, hiszen városunkban szakmát és diplomát is lehet egyaránt szerezni. A konferencián részt vett Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, aki hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává váljon. 2014 óta, amióta ez a típusú beruházás ösztönzési rendszer működik, és amióta a külpolitikai stratégia középpontjában a külgazdasági teljesítmény fokozása áll, azóta 18 nagy beruházás érkezett ide Nyíregyházára a kormány pénzügyi támogatásával. Ezek összességében 1000 milliárd forintnyi beruházás hoztak, majdnem 3 milliárd euró. 8300 új munkahely jött létre, és akár a Számvoda, akár a WSCOP, akár a Boyzen, akár a Lego fejlesztései mindannyiunk számára ismertek. Van viszont egy új jelenség a beruházások területén itt Magyarországon, hogy a legnagyobb beruházói közösséget a német vállalatok alkotják, természetesen az amerikaiak a másodikak, de 2019 óta már minden évben, az adott esztendőben keletről több beruházás jött Magyarországra, mint nyugatról. A 2019 óta vagy a koreai, vagy a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást éves lebontásban, ami azt mutatja, hogy a keleti nyitás politikai stratégiája helyén való és sikeres volt. A tavalyi esztendőben Magyarországra érkező beruházások 48%-a tőlünk keletről, 42%-a tőlünk nyugatról jött, és 10%-ot tettek ki a magyar tulajdonban lévő vállalatok. A miniszter azt mondta, a tradicionális autóipar visszaszorulásával csökken a munkahelyek száma. Magyarországon az autóipar a feldolgozóipari kibocsátás 32%-át adja, ami 175 ezer közvetlen és 680 ezer közvetett munkahelyet tart fenn. A miniszter szerint ezért, ha nem tudjuk Magyarországra hozni az elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházásokat, akkor sok százezer magyar munkahely szűnik meg.